Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Itt az ősz, megkezdődött a fűtési szezon. A biztonság érdekében a háztulajdonosoknak ilyenkor érdemes a tüzelő-fűtő berendezéseknél egy-két dolgot ellenőrizni, vagy szakemberrel átnézetni. A legfontosabb teendőkről lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kezi csókolom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De még mielőtt rátérnénk a fűtési eszközök ellenőrzésére, itt van az ősz, és itt van vele a rengeteg lomb, avar, hulladék, és itt vannak a szigorú előírások, ami nem utolsó sorban környezetvédelmi célokat szolgál. Mi a teendője, mit tehet, mit nem tehet egy kiskert tulajdonos? Mi mindig azt mondjuk, hogy ne égess el az avart, erre ezt tiltja is az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, azonban rendeletben az önkormányzatok szabályozhatják az égetést, meghatározhatják azt, hogy milyen napokon, milyen hónapokban, hány órától hányig lehet a kisebb köbméter hulladékot, növényi hulladékról beszélek természetesen, elégetni. Azonban változni fog ez, és január 1-től egyáltalán nem lehet majd a kerti hulladékot elégetni, úgyhogy mindenkit azt javasoljuk, hogy akinek van falevele, illetve ilyen levágott ágak, próbálja meg komposztálni. Mennyire veszélyes tevékenység ez? Sajnos nagyon sok riasztásunk volt tavaly is, hát nem tudom pontosan, de olyan 600-700 között volt azoknak az eseteknek a száma, ahol be kellett a tűzoltóknak avatkozni, hogy eloltsák a tüzet. Természetesen sokkal több riasztás van, hiszen van olyan, hogy mikor kérnek a tűzoltók, akkor felszólítják az ott lévőt, hogy oltsa el a tüzet, és ezt megteszi, akkor itt a tűzoltók nem avatkoznak be, de sajnos 600-700 esetben a tűzoltóknak kellett eloltani ezeket a lángokat. Nagyon sokan nem figyelnek oda, és elhatalmasodnak ezek a kupacok, elfújja a szél, átterjednek más területekre, sokszor előfordul, hogy a nyaralók környékén, vikendházak környékén raknak tüzet, és az erdőbe bemegy az aljnövényzetbe a lángok, és több hektáron is éghet ilyenkor az avar, illetve olyan is előfordul lakott területen, belterületen, hogy a kerítésre vagy a szomszéd udvarára kerülnek át a lángok, terjednek át, és nagyon komoly veszélyt jelenthet ez az ott élőknek. Mire számíthatunk most? Említette, hogy szigorítás lesz. Lesz erre valami mód, hogy ezt ellenőrizzék, betartható-e? Lesz ez majd ez az intézkedés? Mit gondolnak-e? Nyáron szavazta meg, vagy fogadta el a törvénymódosítást az országgyűlés, elsősorban a levegőszennyezés miatt lett módosítás, és azt határozták meg, hogy ne legyen ilyen önkormányzati rendelet, amely ezt az égetést engedélyezi. Ez január 1-től lép érvényben. Igazság szerint mi eddig is, hogyha olyan területen égettek avart vagy kerti hulladékot, ahol tilos volt, tehát ahol nem volt önkormányzati rendelet, ott bírságot szabtunk ki, valószínűleg a jövőben is ilyen módon fogjuk majd visszaszorítani a tűzgyújtást. A továbbiakban nyilván, mivel ezt a törvénymódosítás ez mást is érint, majd lehet számítani részletekre a január 1-től. Hát talán a remény megvan, hogy a helyzet javulni fog. Idén is meghirdette az önkormányzat ezt a bizonyos lombgyűjtő zsákos akcióját. Úgy hírlik, hogy nagyon nagy siker. Nyilván akkor sokkal értelmesebb ezekbe gyűjteni a lombhulladékot, mint sem tényleg égetni, és akkor esetleg itt kárt tenni bármiben. Igen, szerencsére az a tapasztalat, hogy az elmúlt hetekben nem kellett a tűzoltóknak ilyen szabadtéri tűzhöz vonulni. Lehet, hogy az időjárás is befolyásolja ezt, hiszen most elég csapadékos volt az idő, de reméljük, hogy ha meg száradnak a falevelek, akkor sem fogják úgy gondolni sokan, hogy elégetik ezeket. Szóvivő asszony, ennyit az avarégetésről. Mi a helyzet? Itt az ősz, a fűtési szezon. Kémény seprésre van-e lehetőség, mit kell egyáltalán megvizsgálni a háztulajdonosoknak a fűtési szezon elején, indulásnál? Igazság szerint egész évben meg lehet rendelni a kéményseprőket, tehát ingyenes szolgáltatásról beszélünk, felhívják őket, időpontot egyeztetnek, tehát bármikor el tudnak menni, de nagyon sokan most a hideggel gondoltak rá erre, hogy az ellenőrzést meg kellene ejteni, úgyhogy van olyan nap, amikor 150 megrendelés érkezik a kéményseprőkhöz, így nagyon sok helyre kell eljutniuk rövid idő alatt, hiszen próbálják minél hamarabb megnézni a lakóknak a különböző fűtőberendezéseket,
kifejezéseit. Az a tapasztalat, hogy általában az idősek rendelik meg ezt a szolgáltatást, illetve olyanok, akik szilárd tüzelési fűtőberendezést használnak, tehát fával fűtenek. De nagyon fontos, hogy akiknek gázkészüléke van, azok is vizsgáltassák, mielőtt bekapcsolják ezeket a készülékeket, hiszen nagyon sokszor előfordul az, hogy olyan hibák maradnak rejtve, hiszen nem mért hozzá az állampolgár, hogy pontosan, meg nem is volt, aki be se kapcsolja nyilván, aki fával tüzel egész évben, és nagyon sok mindent meghibásodhat, vagy ezek a kéményjáratokban a lerakódások elszűkítik ezeket a járatokat, így nem csak a szénmonoxid áramolhat vissza, hanem meg is gyulladhatnak ezek a lerakódott anyagok. Mi kerülhet be mondjuk egy vegyes tüzelésű kazán esetén? Mi kerülhet be, és mi az, ami biztos, hogy ne kerüljön be a tűztérbe? Nagyon fontos, hogy a háztartási hulladékot nem lehet betenni, tehát nem lehet azt elégetni ott, és hát nem ajánljuk, hiszen nagyon komoly lerakódásokat okozhat, amit az előbb mondtam. Tehát úgy kell elképzelni, hogy aki két hétig a tűzre teszi a háztartási hulladékot, jelentsen az bármit is, de legfőképpen a műanyagot, az annyi lerakódást okoz a kéményjáratban, mint egy átlagos ember, aki csak a megfelelő anyaggal, száraz fával fűt egész téli időszakban használ, tehát el lehet képzelni, hogy mekkora problémát jelent ez már akár decemberre is egy-egy kéménynél. Nagyon sokszor ilyenkor szokták a tűzoltókat riasztani, hiszen kigyulladnak ezek az anyagok, és akkor úgy veszik észre, átterjedhet nagyon hamar a tetőszerkezetre a tűz, és hogy azt mondják a tűzoltók, hogy ha már a tetőszerkezet lángol, akkor nagyon nehéz megfékezni, hogy az egész ház ne gyulladjon ki. Sajnos az a tapasztalat, hogy minden ötödik lakástűz kéménytűzből indul, és a tűzoltók ebben az időszakban dupla annyi riasztást kapnak, mint mondjuk nyáron. Cipő, rossz cipő, ruhanemű, velük mi a helyzet? Hát természetesen ezt sem javasoljuk, hogy ezeket a tűzre tegyék, illetve a fát is nagyon jól meg kell választani. Nem ajánlott olyan fát tenni a tűzre, amely valamilyen anyaggal kezelve van, esetleg egy régi kerítéselem, ami mondjuk le volt lazúrozva előtte, vagy egy olyan bútor, ami ragasztva volt. Tehát ezek mind olyan anyagokat, olyan mérgező anyagok szabadulnak fel a levegőbe, illetve a lerakódásokat okozhat. Nagyon fontos, hogy a nedves fa is, az sem jó, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen anyaggal fűtünk. Gázkazánok esetében, ugye fűtés, visszaáramló égés termékkel, mi a helyzet, óvintézkedéseket, mit javaslunk? Sajnos volt nyáron is olyan riasztás, amikor a szénmonoxid áramolt be a légtérbe, általában egy fürdőszobában, hiszen ott az egy kis helység, elfogyott az oxigén, és ez a mérgező anyag került a levegőbe. Nagyon hasznos a szénmonoxid érzékelők beszerzése. Körülbelül 10 000 forint egy átlagos, jó minőségű szénmonoxid érzékelő, és ezt ajánljuk mindenkinek, aki nyílt égésterű fűtőberendezéssel rendelkezik. Nagyon egyszerű felhelyezni, leírják részletesen, hogy hova kell, milyen távolságra az adott helyiségben, milyen magasságba kell ezt felhelyezni, és ez egy csipogó, éles hangot fog adni, és azonnal tudjuk, hogy baj van. Szénmonoxid került a levegőben, meg kell kezdeni ilyenkor az átszellőztetését a helyiségnek, illetve hívni a 112-t, hogy méréseket tudjanak végezni a tűzoltók. Általában ilyenkor a szolgáltatók is jönnek, és átnézik ezeket a fűtőberendezéseket, megoldják azt, hogy ne legyen többet ilyen probléma. Sokszor elmondjuk, van foganatja önök, hogy látják, hogy tapasztalják, fölteszik, megcsinálják ezt a néhány ezer forintos kis beruházást a biztonságuk érdekében az emberek? Igen, az a tapasztalat, hogy általában olyankor hívnak bennünket, amikor megszólal a riasztó. Talán tavaly egy esetben volt, hogy tragédia történt, és ott abban a házban nem volt szénmonoxid érzékelő Hajdú-Bihar megyében. Az esetek nagy többségében szerencsére úgy tudjuk ezt kommunikálni, hogy ismét életet mentett a szénmonoxid érzékelő, hiszen időben nagyon hamar jelez, és akkor ilyenkor nagyon hamar tudják is az emberek, hogy ilyenkor ki kell hívni a tűzoltókat. A szénmonoxid érzékelők mellett még, ami nagyon hasznos lehet, és a lakástüzeket tudja megfékezni, amelyeket még akár időben az ott élők is el tudnak oltani, az pedig a füstérzékelő. Fontos, hogy ezt a kettőt ne tévesszük össze, tehát van külön szénmonoxid érzékelő, amely a mérgező anyagot jelzi, illetve van a füstérzékelő. Általában karácsony környékén célszerű, hiszen nagyon sokan használnak ilyenkor adventi gyertyát, sokkal többet vagyunk otthon, sokkal többet főzünk, ilyenkor a füstérzékelők jó szolgálatot tesznek. Szerintem addig majd még találkozunk is ebben a témában. Remélem. Papp Kunkli Nóra, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.